Október 4-én délután Pánti Ildikó képviselőnő nyitotta meg a Siegfried Foltvaró Klub szokásos őszi tárlatát. Nagy tisztelője és megbecsüléssel adózom a Siegfried Klub tagjainak, akik ezeket a csodálatos dolgokat létrehozzák. És első alkalommal nyitottam most ezt a kiállítást, de több éven át a nyári alkotótáborban volt alkalmam részt venni, meglátogatni az alkotókat, a munkáikat megismerni, mert az minden évben itt Karcagon, a Szent Annai Sámuel szakközépiskola épületében van nyári időben, és ott is, valamint a ezen kiállítás során és egyéb más alkalmakkor, többek között karácsonyi rendezvényeken, vagy éppen amikor módjuk van egy-egy bemutatkozásra. Ez a kiállítás is mutatja azt évek óta, hogy figyelni lehet, hogy az alkotások csodálatosak, a kiállítók nagyon ügyesek, kreatívak, és újabb és újabb formákkal, technikákkal jelennek meg, és az elkészített alkotások, mert alkotásoknak lehet nevezni, ezek legkülönbözőbb formát adják. Már túl vagyunk azon, hogy terítő, asztalkendő, hanem már most megjelennek a különböző táskák, formák, kitűzők, tartók, tehát nagyon praktikusan válasszák a formát is, és valóban mindannyian azt hiszem csodálattal adózunk számukra. Civil szerveződésről van szó, olyan közösségről, amely szívesen végez karitatív munkát. Mint a bizottságomhoz tartozó egyik civil szervezet, ez a közösség is, akik immárom 20 éve együtt vannak, jó közösség, egymást becsülve, egymást segítve, egymást támogatva, egymásnak újabb és újabb dolgokat átadva, megtanítva, tehát mint közösség is, emberi közösség is nagyon fontos. Másrészt pedig, ahogy a tájékoztatómban is elhangzott, hogy ők adományozó is a város gyermekközösségének, óvodaközösségeknek, a Kátai Gábor Kórház kis betegeinek, tehát ott is láthatjuk. Jó néhány alkalommal testvérvárosokban jelen voltak kiállításon, és mindenütt nagyon nagy sikerrel. Én azt hiszem, de ezt nem én mondom, hanem azok, akik ezt a tevékenységet jobban ismerik, hogy nagyon magas szinten művelik az itt lévő kiállítók és a klubnak valamennyi tagja, úgyhogy ehhez csak gratulálni lehet. És hogy itt vannak közöttünk, a városban vannak, és természetesen további szép alkotó éveket, tevékenységet, és innen is kívánok dr. Nyíri Lászlóné Cilikének mielőbbi felgyógyulást, aki a klubnak indítója, vezetője, lelke, hogy így mondjam. Ha itt most nem lehetett, de bizonyára lélekben velünk együtt volt ezen a kiállításon, és köszönjük neki is, és minden alkotónak. A klub tagjai egy év terméséből állították össze a tárlatanyagát. 14-en készültünk erre a kiállításra, és általában az utolsó év, a legutolsó kiállítás óta elkészült munkákat szoktuk hozni. Egy-két olyan dolog van, amit már az előzőekben is láthattak, aki kevesebbet vart, de nagy része, főleg a takarók, ami a nyári táborozáskor készültek. Most alkotók szerint csoportosítva állították ki a tárgyakat. Volt egy kis formabontás, úgy próbáltuk kitenni, hogy mindenkinek együtt az anyagját, tehát nem tematika szerint, hogy húsvét, karácsony és ősz, tél, nyár, hanem mindenki egy külön blokkba rakta ki a dolgait, de azért ettől függetlenül még voltak itt ott táskák és különböző apróságok is, amik láthatóak.
A kiállított anyag, mint mindig, jelen esetben is bőséges, nem több helyen túllép a foltvarráson. Azt mondják, hogy foltvarrás, de ez nagyon sok technikát magába ölel, és például most, ahogy említette a labdát, a temari labda az, ami nem igazán foltvarrás, de mégis egy kézműves dolog, azt ebbe az évbe, illetve tavaly évvégén tanultuk meg, és egy nagyon érdekes, hazánkban nem nagyon ismert technika, és abból is a tárlókba lehet látni, és ezen kívül még mindig tudunk újat tanulni, tehát én 11 éve vagyok foltvaró, de még mindig van nagyon sok olyan technika, amivel még nem is találkoztam. Tanulni mindig van lehetőség, a források kiapadhatatlanok. Általában járunk közös varrásra, megyébe, megyén kívül, Debrecenbe, ezen túl nyári táborba megyünk, ahol szintén újat tanulunk, és most már az internetről nagyon sokat tanulunk. Van olyan, valaki talál valamit, következőleg elhozza, kidolgozza, megcsinálja, és akkor azt, akit érdekel, az átveszi. A Siegfold Klub kiállítását ez esetben is nagy érdeklődés övezte, a tagoknak további termékeny évet és jó munkát kívánunk. A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt a házban. Az otthon összhangja rendet teremt a hazában. S ha a hazában rend honol, béke költözik a világra. Ezen régi közmondás gondolatával köszöntöm városunk polgármesterének, képviselőtestületének, valamint a Dérényi Kulturális Központ igazgatójának és munkatársainak nevében a Siegfold Klub éves foltvaró kiállításának megnyitóján megjelent valamennyi kedves jelenlévőt. Külön nagy szeretettel és megbecsüléssel köszöntöm innen is dr. Nyíri Vászlóné címkét, a klub vezetőjét, lelkét, innen is kívánunk neki mielőbbi felgyógyulást. Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm a kedves alkotó kiállítókat, akik nélkül ezen kiállítás nem jöhetett volna létre. Így köszöntöm Bojti Istvánnét, Bojtiné Péntek Ildikót, Bon Károlynét, Budainé Kovács Máriát, Domokos Gyulánét, dr. Nyíri Lászlónét, Ézsiás Antalnét, Fodor Károlynét, Márkus Jánosnét, Nagy Miklósnét, Nyíriné Kátai Katalin, Pap Sándornét és Dózsa Sándornét. Valljuk össze a világot, olvashatjuk a kiállítás meghívóján, amely immár 2000 óta hívja is várja a szép iránti érdeklődőket, az évenként megrendezésre kerülő kiállításukra. A klub 17 fős tagsága egy alkotó közösség, amely évenként részt vesz a nyári szakmai táborokban, ahol tanulják és gyakorolják a foltvarrás legjobb technikáit a szakemberektől. Alkotásai nem csak itt egy kiállításon láthatók, hanem láthatók a Kátai Gábor Kórház gyermekosztályának kórtermeiben és az óvodaegységek foglalkoztató szobáiban, mert természetes részükről a jótékonykodás, az ajándékozás, az örömszerzés. Az emberi nemnek hivatása, hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen. Széchenyi István gondolatát idéztem, amikor az alkotás, a munkálkodás öröméről szól. Az alkotás teljessé teszi az embert, kiteljesedik a világ általa. Kihat az érzelemre, csodát varázsol a hétköznapokra. Lehet témaválasztásában hétköznapi vagy álomvilágot idéző, az embert szolgálja. Szépségével melengeti a szívet,
oldja a mindennapok feszültségét. Az alkotó egyet akar, átadni mindazt másoknak, ami szép, ami hasznos, és ezáltal másokat is szolgál. Legyen hát valamennyiünknek csoda, amely az alkotással létrejön, és amely által a világ is gazdagodik. Köszönöm az alkotóknak ezt a csodát, amellyel annyi örömet adnak önmaguknak, környezetüknek, és ezennel mindannyiunknak. Köszönöm, hogy ez a kiállítás újra létrejöhetett. A foltvarrók közössége része városunk civil közösségének, amelyik értéket teremt valamennyiünk számára. Teljesedjék hát továbbra is a csoda, varják össze a szépet, az értéket, amely által több lesz a világ. Ismételten megköszönöm a Szívfolt Klub vezetőjének és alkotóinak, valamint a Dériné Művelődési Központ munkatársainak, hogy ez a kiállítás ismét létrejöhetett mindannyiunk örömére. A kiállítást ezennel megnyitom, kívánok szép élményeket, feltöltődést a látottak alapján. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen képviselőnő szavait. Kedves vendégeink, a következő perceiben kérem fogadják szeretettel Koppány Mária zongoraművésznő előadását, aki Chopin Évmond Orcer című művét fogja előadni. Thank you.
Köszönjük szépen Marika néninek a csodás dallamokat. Kedves vendégeink, most a Siegfried Foltvaró Klub tagjai megköszönik a közreműködők segítségét. Kedves vendégeink, kérem, tekintsék meg a kiállítás anyagát, felhívom a figyelmüket, hogy a tárlat október 16-áig munkanapokon 8 és 18 óra között látogatható. Köszönöm a figyelmüket, mindenkinek további kellemes és szép napot kívánunk!